A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Földi Zoltán, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Azért is hívtam meg ide ebbe a stúdióba, hogy egy kicsit megbeszélgessük, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban az önkörzetében. Ugye ez a Felsővárost jelenti. Hát mi minden fejlesztés valósulhatott meg az utóbbi időszakban? Hát sok fejlesztésen vagyunk túl, így van, hogy szerkesztő azt, hogy megfogalmazza, de talán akkor inkább a jelenre fókuszálnék most jelen pillanatban. Az egyik nagyon fontos fejlesztés a Királykút lakónegyedben zajlik, ami a Mikszáth Kálmán utcának az oldalától kezdődően, a Mikszáth Kálmán oldalról kezdődően egészen a Cserkész oldaláig tart. Itt most egy újabb útfelújítás, egy belső útfelújítás zajlik. Azon kívül, az utat felújítjuk, itt 25 parkolóhely megvalósítása kerül kiépítésre. Ez most gőzerővel zajlik, illetve az itt található járda, tehát a lépcsőház előtti járdaszakasz is elkészül, teljesen megújul, mondhatnám, hogy faltól falig. Itt található volt egy játszótér is, amelyet a lakosság kérésére egy kicsit zsugorítottunk. Viszonylag kevés játszó alkalmatosság volt nagy helyen szétterülve. Ezt egy kicsit zsugorítottuk, de minden játszó alkalmatosság megmaradt a gyerekek részére, csak egy kisebb területre koncentráltuk, hogy a parkolók elférjenek. Volt egy nagyon kellemes kis csodálatos kis rózsaliket, azt is arrébb ültettük, és azt is egy kicsit olyan kompozícióba készítettük el, hogy a lakosság megelégedésére szolgáljon. Aztán, amikor elkezdődtek a felújítások, vagy elkezdődött az építkezés, akkor bizony egy kicsit megvadult a nép, a Szeretem Székesfehérvár oldalon nagyon sok famentő lakó értelemszerűen jelezte, hogy jújjújjúj, mi lesz itt, és akkor is, és itt is elmondhatom, hogy egyetlen egy fa a parkoló építés miatt kivágásra nem került. Sikerült úgy a tervező úrral és a városgondnoksági kollégákkal úgy elrendezni a parkolók, hogy a létszám is megmaradjon, és a fák is megmaradjanak. És akkor így most tulajdonképpen a fő lényeges szempont az, parkoló is elkészül, járda is elkészül, szemetes tárolónak a helye is kialakításra került, és az út, és ez az útszakasz, ami eddig egysávos volt az egyik oldalon lévő parkolóautók miatt, most kétsávos lesz, kérem szépen, tehát most ezt most ránk tört a luxus, és most azt gondolom, hogy mindenkinek a megelégetésére lehet használni. A munka várható befejezése október közepe. Nyilvánvalóan ez nem a jogszerű befejezés, mert még lesz egy átadási procedúra, amire sor kerül novemberben, de már a lakók és az autósok már tudják használni. Mióta tervezték egyébként, milyen előzményei voltak ennek, hogy ez megvalósulhatott? Hát ezt körülbelül 5-6 évvel ezelőtt terveztük, akkor már fejben megszületett az, hogy a Királykút lakónegyednek a belső nagy öblét, a belső nagy parkolóját felújítsuk, és én azt gondoltam, hogy évről évre szépen tudunk haladni. De hát olyannyiszor vissza kell térni dolgokhoz, problémákhoz, és hát ez a Covid az, ami ezt 2 kerek 2 naptár évre teljes mértékben megállította, és ennek megállt parancsolt ennek a folyamatnak. Most eljutottunk oda, hogy ez az 55 millió forintos beruházás ebben az évben el tud készülni, és akkor mindenki megelégedésére ez meg lehet. Kicsit előre tekintve a jövőbe, még egyetlen szakasza van a Királykút lakónegyednek, ami pedig még talán nem is fedi le a 21. századi követelményeket. Ez az 1-8 előtti parkoló rész, ami még nem csak hogy nem aszfaltos, hanem konkrétan murvás, és ezt két szakaszra szeretném majd elszakaszolni, és ennek a megépítését is természetesen tervezzük. Már fejben van az, hogy idén ősszel, ha minden jól megy, és úgy alakulnak a gondolatok, és találkoznak a gondolatok, akkor én azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk terveztetni, és akkor a jövő naptári évben szeretném itt folytatni. És talán azt gondolom, hogy akkor egy 25 évére azt gondolom, hogy a teljes Királykút lakóját parkolása, közlekedése, és egyáltalán a morálja elkészül. Itt szeretném megragadni az alkalmat ennél a felújításnál, csak nagyon röviden, hogy nagyon szépen kérek minden kedves tisztelt lakót és átutazót és átautózót, hogy most mindenki legyen türelemmel.
Igen, mondjuk ki, van egy-két szabálytalan parkoló autó. Nagyon sok az autó, nehezen férnek el, de én azt gondolom, hogy most mindenki legyen mindenkivel türelemmel, hogy ez a következő 2-3 hétben még viszonylag zökkenőmentesen, egymás idegeire nem menve, de mégis azt gondolom, hogy el tudjon készülni, és akkor utána mindenki megfelelően, és mindenki komfortosan tudja az autóját letenni, és akkor azt gondolom, hogy mindenkinek megelégedésre szolgálhat az újabb felújítás. És nem csak annak kell türelemmel lennie, aki arra fele közlekedik, a Királykút fele, hanem hát ott a Felsővároson azért történnek dolgok. Többek között most ugye a Móri út felújítása miatt, hát elég sok minden kicsit másként van a közlekedésben. Mi történik most a Móri úton, hol tartunk így a beruházásban? Hát a Móri út egy hatalmas felújításon esik át. Ugye tudjuk, az Icsi-liget sarkától az Icsi-ligeti körforgalomtól egészen föl a Szentvendel utcai körforgalomig, készülendő körforgalomig. Bizonyára látják a kedves lakók, hogy az Icsi-ligettől fölfele már bizonyos szakaszok egészen a Szent Sebestyén templom szakaszáig elkészülnek. Csapadékvíztől a szennyvízig mindenféle közmű megmozgatásra kerül a föld alatt, és ez egy óriási igénybevétel, hatalmas nagy türelembevétel. Ezen kívül pedig maga az útszakasz, szinte mondhatjuk, hogy faltól falig, ugye ez azt jelenti az utas szakmában, én is tőlük tanultam, faltól falig, hogy mindkét oldali járda is elkészül. És hát ez nagy-nagy türelmet igényel. Több a vállalkozó is, maga a vállalkozó is ugye itt dolgozik és viszi a munkát. Nyilvánvalóan magát a közlekedést nem lehet kivonni, a Móri utat nem lehet lezárni. Ezen felújítás alatt itt az autóknak jönnie kell, mennie kell. Mondhatjuk talán nagyképpen a Móri út is egy bevezető sugárútja Székesfehérvárnak. Az agglomeráció egy részét ugye bevezeti a városba, majd kivezeti a városból, és ez nagy türelmet igényel mindenkitől. A Szentvendel körforgalomtól kifele már nyilvánvalóan lehet haladni, de hát és befele is, és kifele is, de hát azért látható, hogy ott milyen az útszakasz. Azonban az, aki már elér a Szent Sebestyén templomig, és az már az új aszfalttesten tud közlekedni, az pedig érezheti, hogy mennyivel másabb és mennyivel komfortosabb, és a kor igényeinek megfelelően tud közlekedni. De ehhez az elkészültséghez türelem kell. És én azt gondolom, hogy lehet mutogatni, lehet integetni ki az autókból reggel, de azt úgy érzem, teljesen felesleges. Ezt most meg kell élni. A városnak, egy ilyen dinamikusan fejlődő városnak bizony mindig vannak olyan szegmensei, vannak olyan részletei, amit új felújítani kell, amit rendbe kell tenni. És hát bizony egy ilyen felújításnál pedig még mindig vannak nem várt hibák, nem várt problémák, amelyet közben a tervező nem látott, a kivitelező viszont már érzékel, és van, amit néha-néha újra kell kezdeni egy-egy építési folyamatot, ehhez megint csak türelem kell. De nagyon szépen alakul. Én azt gondolom, hogy talán az itt élők ezt megértik, elfogadják, talán azt gondolom, hogy kicsit jobban át kell gondolni reggel, hogy ki, honnan, miként akar valamilyen helyszínt, akár a gyermek, akár a házastárs, akár a munkahely szempontjával megközelíteni. Ha pedig ezt nem tudja, akkor most tényleg csak azt tudom mondani, a bölcsekköve nem az én zsebemben van, hogy egy kicsit korábban kell elindulni, vagy többet rá kell számolni erre az útszakaszra. Gyönyörűen alakul, amúgy ezt elmondhatom, és a terveknek megfelelően ütemezésben zajlik. Többször közlekedési vezetővel kint voltunk, és az iroda munkatársaival kint vagyunk. Szinte hetente kint vagyok a Móri út szakaszán, egyéb szempontok miatt is megjelenek, és mindannyiszor azt kapom, hogy a tervek szerint jó ütemezéssel az év végéig ez el fog készülni. Olybá el is kell készülnie, mert ugye olyan szintű támogatottság van, amelynek ez feltétele, hogy ennek meg kell lennie, meg kell valósulnia. Én szerintem a türelem is megvan egyébként, mert hát már én ugye régóta vártuk a Móri útnak a felújítását, és végre már megvalósul. Ugye a vendelárok is megújult, ott miért volt szükség arra, hogy a vendelárok megújuljon? Hát a vendelárok megújítására egyértelműen azért volt szükség, nem egy látványpékség beruházás, azért azt el kell mondanom a lakosság részére. Ugye ez a Móri út mellett párhuzamosan futó vendelárok, lent különböző telkek és ipari vállalatok területe alatt futó, végigfutó vendelárok. Hát ez egyrészt maga az átmérője, keresztmetszete ennek az áraknak nem bírta elvinni a csapadékvizet, elhasználódott, szabad csapadékvíz elvezetés árok is volt, és ez tulajdonképpen most egy zárburkolatú rendszert kapott, amely most elkészült. Itt szeretném megsüvegelni és megköszönni polgármester úrnak a segítségét, és mindazon cégek segítségét, akik ebbe társadalmi felelősségvállalás alapján anyagi támogatással is beleszálltak, beleálltak ebbe a helyzetbe, és így egy közös, azt gondolom, hogy egy közös gondolkodás,
gondolkodás és egy közös tett után ez a vendelárok elkészülhetett, és akkor most így ennek a megfelelő csapadékvíz elvezetése ezen szakasznak megvan. Ennek kimondottan külön örülhetnek a fecskeparti lakosok is, mert ugye a fecskepart vize is, a kis, szoktam mondani, a kis ékszerdoboz lakótelepről, onnét szokott lefutó víz, csapadékvíz lefutó víz is ezen a vendelárkon keresztül távozik, de azért ez nem azt jelenti, hogy majd a következő egy-két évben a fecskepart vízelvezetését még ne kellene megoldani, de nagyon nem szeretnék előre szaladni mondjuk 2062-ig, mert a munka az töménytelen mennyiségben következő évtizedekre bőven meghatározható lehet. Mi a helyzet a Szentgyörgykúttal? Szentgyörgykút, igen, nagyon jó betalált a kérdés, és mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy Nyakas Pák Őfaragó mester a Szentgyörgykúton dolgozik. Ugye a Szentgyörgykút a Barátságligetből elbontásra került, darabonként elszállításra került, most deponáláson van megfelelő helyszínen, ahol a mester dolgozik a munkatársaival, és hát a Szentgyörgykútnak tulajdonképpen a Szentgyörgykútot fel fogjuk állítani. Szentgyörgykútat nem visszük ki Felsővárosból, és a Szentgyörgykút Felsővárosban marad, de egy olyan célzattal, egy olyan jelzésértékkel, amely azt mutatja, hogy mégis merre van a Borivár, merre található a Borikúria, és egyáltalán az a műalkotás dömping, ahogy itt talán meg tudom fogalmazni, amit a mi méltán híres mesterünk készített, hogy mégis hogyan lehet megtalálni ezt a várat. Ezért a Szentgyörgykút, a Borivár irányában a Berényi út mellett, az Íj és Ligetnek egy csodálatos kiemelkedő kis sarkán lesz elhelyezve, és ez is mutatja, hogy merre és hogyan lehet megtalálni a Borivárat. És hát nyilvánvalóan a Szentgyörgykútnak az ikerpárját, ami ugye tudjuk, hogy fent van a Borivár udvarán. Milyen tervek vannak még egyébként így erre az évre nézve, akár mondjuk a következő évekre nézve? Mi minden probléma van még, amit még úgy látja, hogy meg kéne oldani a körzetében? Ami megoldódott, azt talán bátran mondhatom, hogy a Fecskeparti utcában megoldódott egy járda, ugye, mert elkészült a Zámoly utca, és a Kiskút útján végig járda visz ki a Parkcenterig, és akkor így a fecskeparti lakosok is kaptak egy icike-picike kis járdát, ami már régi ígéret volt, és hát legalább a Fecskeparti utcának az egyik oldalán most már lehet babakocsival gyalogosan közlekedni, és illetve meg lehet közelíteni a tőle derékszögben kifele forduló Kiskút útjai járdát, és így a Parkcenter így most már ebben a viszonylatban elérhető, ami megvalósult. Régi ígérvény volt, és legjobb tudomásom szerint október 31-éig el fog készülni, bár még egyetlen egy kapavágás sem történt meg, de Felsővárosnak az első, bocsánatot kérek, hogy itt elmosolyodtam magam, mert nagyon kardinális kérdés, mert van, akinek ez fontos, és ezt is próbálom teljesíteni, a kutyafuttató. Fecskeparton készül egy kutyafuttató, és ez a Móri úttal párhuzamos kis parkoló mellett készül el. Minden meg van már hozzá, most már csak a kivitelezés, a munka van hátra, tehát az első kapavágástól a befejezésig. Városgondossági kollégák ígérték, hogy ez ebben a hónapban felállításra készül, kutyatoalettel, mindenféle előírásnak megfelelő eszközzel, és azt gondolom, hogy egy olyan infrastruktúrával, ami kell ez a kutyafuttatóhoz, és akkor utána mindenkinek nagy örömére a kutyások bátran tudják sétáltatni a kutyáikat. Sokszor mondták, hogy a kiserdőbe kivitték a kutyusokat, ez nem volt túl biztonságos, akkor azt gondoltam, hogy ebbe bele kell vetni magam, és én akkor így azt gondolom, hogy akkor ez is így elkészül, és akkor az igényeket ezzel is kiszolgáljuk. Más esetleg, ami így a problémára várhat, mondjuk most a közlekedéssel kapcsolatban elég sok minden meg fog oldódni, egyébként csak még egy kicsit várni kell, ugye az év végéig, akár a Móri úton. De más esetleg parkolás, vagy bármi, amivel kapcsolatban megkeresték a lakók önt? Mindig vannak kisebb, nagyobb, apró cseprő dolgok, ezeknek próbálok eleget tenni. Vannak sajnos szomorú dolgok is, amikor egy-egy pad összetörés, egy-egy vandálkodás sajnos előfordul, főleg ez a kertvárosi övezetben, vagy a kertvárosban lévő játszóterek és parkok mellett. Hát ezeket tűzoltó jelleggel nyilvánvalóan megpróbálom megoldani, és megpróbáljuk megoldani. Apró cseprő dolgok vannak, amelyeket majd most szeretnék teljesíteni, a Királykút lakónegyedre és a homokozó fölé egy napvitorlát szeretnének a lakók. Ezt sajnos a nyáron nem tudtam teljesíteni, egy kicsit tűzoltó jelleggel már, vagy talán nem is időszakosan, de most eljött az a pillanat, hogy ezt is meg tudom oldani, úgyhogy meg tudjuk oldani, úgyhogy ezekben az ilyen apró cseprő dolgokban vannak most még, várnak ránk most még olyan feladatok, amelyeket megoldjunk, de úgy igazából azt gondolom, hogy most első körben itt az apró dolgok megoldásával rendben leszünk.
Hát a következő pedig nagy gondolatok, azok továbbra is a járda szakaszok, amelyeken a gyalogos közlekedés kellene, hogy kiszolgáljuk a legkomfortosabb érzéssel, érzettel, ez vár ránk, de hát ez már a következő éveknek az elképzelései, mert ehhez pénz, paripa és fegyver kell. Mennyire vannak egyébként lakossági fórumok, hogyan találkozik a lakossággal, hogyan találják meg a kérdésekkel, kérésekkel? Én az a kaliberű ember vagyok, vagy az a habitusú ember vagyok, hogy e-mailben bármikor meg lehet találni, és 48 órán belül általában válaszolok. Az a típusú ember vagyok, aki most lakossági fogadórán volt, és talán nem szeretnék a diszkréció homályában, kedves homályában szeretném tartani a problémát, és nem szeretném ezt itt most kibontani a nagy nyilvánosság előtt, de megjelenek, elmegyek és megvizsgálom az esetet, és hogyha bárki bármiben szól, akkor én elmegyek és ott vagyok, és akkor megbeszélt időpontra érkezem. Ha úgy érzem, hogy ezek a dolgok, vagy ezek a problémák csak egyedi esetek, vagy esetleg egy szomszéddal való vita, vagy egy utcabeli probléma, akkor általában nagy lakossági fórumot nem nagyon látok értelmét összehívni, és akkor ez igazából nem történik meg. De ha erre szükség van, akkor mindig állok rendelkezésére a polgároknak, a lakosoknak, de most azt tudom igazából megfogalmazni, hogy szerintem egyedi kéréseket szoktam orvosolni, és kimegyek, megbeszéljük, és próbálok mindenféleképpen segíteni. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és egy kicsit újra beszélgethettünk a körzetéről. Újfent köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Földi Zoltán, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.